Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Namaste. Nem Máté. Taládjai. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Dopeman TV harmadik típusú találkozások adása, benne a guruval, akiben csalódni fogsz. Dopeman papával, Laci királlyal, a holdra mutató ujjakkal, amiből van összesen 10, szerencsére mindkét kezemen. Ez nagyon fontos, hogy megvan minden végtag. Mind az 5. Ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Igazi Dopeman TV YouTube csatornájára. Lájkold, diszlájkod, illetve kommenteld annak a tartalmait ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen iratkozz fel, azt már mondtam, nyomjál rá a kis harangra, és hozd is meg a tartalmakat. Kövess be az Instagramon. Fönn vagyok a TikTokon, a Twitteren, a Redditen, és van egy külön bejáratú Dopefiber mafiám, illetve ha Facebookon nyomultok velem, akkor tudnotok kell, hogy az oldal, bár számtalan követője van, elérhetősége le van csavarva. Ez valószínűleg azért van, mert folyamatosan valamilyen módon megosztó tartalmakat tesz közé, illetve megkérdőjelez bizonyos jelenségeket a világban, amiket mostában nem illik megkérdőjelezni, és annyira szabad, demokratikus világban élünk, ahol elmondhatod a véleményedet, max cenzúrázák, de csak éppen annyira, hogy ne jusson el oda, ahova kéne. Tehát kimondhatod közé, tehát csak nem jut el. Tehát, hogyha titeket érdekel a véleményem, meg az, amit közé szeretnék tenni, nem várhatom el, hogy folyamatosan ide járjatok a Facebookon a Dopeman oldalra, de a subscribe gombot megnyomjátok, arról legalábbis tudni fogtok, hogy valamilyen tartalmat közé tettem az oldalon. Népszerűségemnek egyébként visszaigazolásaként tekintettem arra, hogy valamelyik videómat most megint megosztotta a Mandiner, valószínűleg a Márki-Zay féle videót, és a Mandinernek az oldal szintén le van csavarva, és a legnépszerűbb politikai szereplőkhöz képest is, a Puzsé Roberthez képest is, gyerekek, ott ilyen 140 lájkok, a maximumok, a cikkeket, Dopeman papa cikki alatt ilyen 500 fölötti lájk van, még egy lecsavart oldalon is. Szóval, gyerekek, a guru valamit ügyesen csinál. Nem gizdázok, nem egózok, nem kell csöket. Üzenek oda, hogy érezzétek, hogy kinek kéne tolni a pagárét, melyik egyházat kéne támogatni igazából. Nem, de most félre ezekkel közéleti, meg politikai, meg egyéb stand-upokkal és show-kkal. Ez most egy dharma videó, vagy legalábbis oktató jellegű videó, egy beszámoló videó. Ugyanis megcsináltam a 72 órás böjtöt. Ezt tudjátok sokan, akik követtek engem, hogy azt hiszem vasárnap délután 4-kor vágtam bele, és hétfő 4, kedd 4, igen, szerda 4 órakor lett ennek vége tulajdonképpen. Tehát végigcsináltam a 3 napon keresztül tartó böjtölést, amit nem egy ilyen Steinberg léböjt kúrára gondoljatok, hanem inkább a hagyományos bármilyen vallási vagy filozófiai irányzatban spirituálisan törekvő emberek által gyakorlott böjtölésről van szó. Magyarán 72 órán keresztül nem vettem magamhoz szilárd ételt, illetve semmi nemű olyan dolgot, ami az inzulin szintemen emelt volna, tehát 3 napon keresztül a táplálékom nem volt más, mint víz, fekete tea, és majd mondom, hogy mit, hogy csináltam, és arról is beszámolok nektek, hogy milyen tapasztalataim voltak ennek a kapcsán. Illetve kicsit arról is adok információkat, hogy mi történik egy emberrel, amikor ezen végigmegy, és amikor ezt megcsinálja.
Na most óvaintek mindenkit attól, hogy ilyen nemű tapasztalatnak a hiányában ennek nekivágjon. Tehát, hogy soha ilyesmit nem csináltál, és a 72 órának nekiugorjál, ilyet ne csinálj. Mert ugyanúgy, mint bármi másban, fel kell készülni, edzeni kell a szervezetet, tehát olyan állapotba kell kerülni, mind tudatilag, mind fizikálisan, hogy ezt meg tud csinálni. Amit tudnotok kell, hogy én már lassan másfél éve ilyen életmódot folytatok. Amerikában ezt időszakos böjtnek hívják, de ez tulajdonképpen a modern korba átemelt verziója annak, amit anno a buddhájék csináltak. Tehát a buddhájék, illetve más ilyen spirituális vonalak képviselői, főleg a keleten, egy nap tulajdonképpen egyszer étkeztek egy időkapuban. Ez lehetett egy-két órás időkapu, és azon túl már nem vettek magukhoz táplálékot. Tehát ez egy nagyon ősi módszer, és szerintem nagyon hasznos és hatásos is, rengeteg szempontból. Én ebben ilyen másfél éve vágtam bele a fejszémet, ugye azt tudjátok, hogy előtte is, tehát 2003-2004 óta élsportoló módjára élek, és sportolok, tehát rendszeresen mozgok, nagyon sok edzés munkát végzek. Azt mondom, hogy tényleg szinte hivatásos sportoló szinten űzöm a sportolást, mármint hogy az edzés mennyiséget. Annyira nem tudtam boxolni, mint a James Toney vagy a Mohamed Ali. De hát hobbistaként talán megtanultam, rengeteget futok, erősítek, tehát folyamatosan foglalkozom azzal, hogy megfelelő állapotban legyek, illetve jobb állapotban legyek, mint amit a koromhoz képest viselnem kéne, illetve mindenkinek a korába, a magához mért korába ilyen állapotban kéne lenni, tehát hogy igazából nem kéne szar állapotban lenni, nem tudom miért gondolják az emberek, hogy ahogy haladunk előre és az éveink számával egyre rosszabb állapotban kell lenni, tehát tudni kell azt, hogy 80 éves korodban is lehetsz marha jó állapotban, és akkor kiderül, hogy it's cool to be old school, érted? Na most utána jött nekem hozzá a Buddha útján való törekvés, tehát a meditáció és a többi különböző gyakorlatok, és a súlyommal még mindig nem voltam elégedett. Tehát a szépségem az mindig betöltötte a teret, a fényem az beragyogott mindent, és a szellemi magasságaim azok mindig meglepően hatottak azokra, akik még nem voltak vele kapcsolatban tapasztalat birtokában. De én még mindig nem voltam elégedett azzal, hogy működik ez a dolog, mert én is úgy táplálkoztam, mint mindenki más. Tehát azt gondoltam, hogy edzek, mozgok, stb. Mindig ehetek, amit akarok, és persze az ember izmos, meg szeretik is, hogyha egy férfi nagyobb darab, meg erős, de belül érzed, hogy azért ez nem fasza, érted? Az még mindig nem áll jó. És rátaláltam erre a dologra, amit én elneveztem a módszernek, és hát azt tudni kell, hogy ezt Amerikában intermit fastingnek hívják, tehát időszakos böjtnek, különböző verziói vannak. A legalapvetőbb verzió, ez igazából nem egy nagy kihívás, tehát bárki számára elérhető és végrehajtható, ez a 12 óra éhezés, vagy tulajdonképpen táplálék nélküliség, és akkor 8 órán át lehet beosztani a táplálkozást, természetesen figyelve arra, hogy annyi kalóriát vigyél be, amennyit minimum elégetsz, vagy lehetőleg vigyél be kevesebbet, mint amennyit elégetsz, mert tudjuk azt, hogy a modern ember az a legtöbb esetben nem küszködik hiányállapottal, tehát mindenből több van neki, mint ami kéne, így a pociában, meg a zsírraktárjában is sokkal többen rendelkezik, mint amire szüksége van. De hát én nem ilyennel kezdtem, tehát van a 16 óra 8 órás verzió, van a 18 óra 6 órás verzió, van a 20 óra 4 órás verzió, van a 22 óra 2 órás verzió, ez már egy 20 óra 4 óra, 22 óra 2 óra, ez már a hétköznapokra egy jól működő történet,
És akkor vannak ezek a kihívásokat, amik hetente egyszer illik végrehajtani, 24 órás bőjt egy héten egyszer vagy kétszer, vagy egybe egy 48 órás, van a 72 órás, és akkor aztán lehet fokozni a 72 órát is, meg lehet haladni, mert azután is nagyon jó dolgok történnek, de mondom, ebbe így direktbe belevágni egy olyan embernek, aki minden nap mondjuk 5-ször táplálkozik meg, mindig eszik valamit, mindig van a pociában valami, az inzulinja mindig magasan van, ebbe így belevágni direktbe nem szabad, tehát érdemes ezt úgy csinálni, hogy először megnézni, hogy így mennyit bírsz. És akkor föl kell ezt építeni. De van egy másik bekezdési módszer is, én ezt kezdtem, mert ez szamurájuknak való inkább. Tehát én elhatároztam, hogy el fogom kezdeni, és a 24 órát éheztem, az nagyon kemény volt így elsőre, de utána már a 18-6-tal kezdeni, az nagyon jól működött. És a 18-6-ról már nagyon könnyű volt felépíteni a 22-2-t, meg a 24-et, tehát ezek jól tartható dolgok voltak, és utána az egynapos bőtöket is meg tudtam szokni, és az első 48 órát is végigcsináltam, azt többször is, és minden alkalommal ezek egyre könnyebben végrehajtható dolgok. Nem jelenti azt, hogyha ilyen módon élsz, hogy nem kell figyelni arra, hogy mit eszel, tehát illene arra figyelni, minél több nyers zöldséget, rostos dolgokat, nem érdemes ilyen cukros műkajákat, stb. Illetve figyelni kell tényleg arra, hogy rengeteg táplálékot vigyél be, és az üres időközökben tényleg figyelni kell arra is, hogy víz, a kávé ízesítés és tejszín meg ilyesmik nélkül, és a tea is szintén száraz állapotban. Illetve érdemes a sókat pótolni, ha érzed, hogy mi van, és a hosszabb bőjtöknél ott a káliumra és a magnézium bevitelre is érdemes figyelni. Most már sokszor elmondtam, hogy mire érdemes figyelni. De ezt nagyjából tudjátok. Sportolni nyugodtan lehet mellette, amikor már megszoktátok, üres állapotban a sport a legjobb cucc. A világon a legnagyobb királyság. Na hát én azért megmondom őszintén, szeretem a finom ízeket, és hát én eszek mindenfélét, látjátok is az oldalaimon, hogy miket főzök, meg milyen éttermekbe megyek, ha megyek, miket fogyasztok. Tehát én azért eszek mindenfélét, de nyilván az időkapun belül, és igyekszem magam nem halálra zabálni. Így eljutottam oda, hogy a 87-88 kilóról, ami edzés végén a 85 volt, most tulajdonképpen 84 és 80 kiló között szoktam menni. Rajtam egyébként ilyen 4-5 kilók lazán gurigáznak egy nap. Tehát folyadékba. Leföl mászkál rajtam. De én rengeteget sportolok, tehát ezt hozzá kell tenni, és ebben tényleg nem vagyok valami szigorú magammal, de törekszem erre is. Sőt, az első ilyen nagyobb, hosszabb bőtöknél elkövettem azt a hibát 24 vagy 48 óra után, hogy hát halálra zabáltam magam. És akkor ott forgolottam, mint egy ilyen teleszart búvár öltöny, és azt se tudtam, hogy mi van velem. Tehát erre is nagyon kell figyelni, hogyha végigcsinálsz egy hosszabb bőtöt, akkor utána figyelni kell arra, hogy hogy töltöd vissza a táplálékot. Tehát azért ott nagyon óvatosan kell ezt a dolgot csinálni. Na de most, ami a mai témánk, és amiről igazából be kell számolnom nektek, az a 72 óra. Szóval végigcsináltam a 3 napos bőtöt. Én azt mondom, hogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Tehát tudatilag egy nagyon komoly tapasztalás volt. Mondom, olyan ez, mint egy profi bunyó meccs. Tehát az egy nap már nem volt számomra idegen, az első 4 menet. A 2 nap se volt számomra idegen, tehát a 8 menet se. Itt is az utolsó napon léptem bele a mély vízbe, és hát azt kellett úgy valahogy végigcsinálni, hogy működőképes maradjak, és ez végül is sikerült is nagyon jól, és tényleg csupa pozitív tapasztalatról tudok beszámolni, annak ellenére, hogy megvoltak a maga nehézségei ennek a törekvésnek, de azt gondolom, hogy legközelebb már sokkal könnyebb lesz. Viszont készítettem egy jegyzetet arról, hogy mi történik igazából itt a 3 nap alatt.
Ennek ti magatok is után tudtok nézni, tehát erre rengeteg tudományos munka van, és mindenhol megtalálható, lekövethető, nyomon követhető nézetek után, de elmondom itt nektek egy jegyzetet készítettem, hogy mi történik. Tehát amikortól kezdve ugye elindul a folyamat, tehát befejezted az evést. Az első 12 órában, tehát ez 12 óra folyik le így, megtörténik az emésztés. Tehát az összes kaját, amit megettél, ami benned van, ezt megemészted. A 12. és 18. óra között elkezdődik a zsírnak az égetése, és leesik a vérnek az inzulin szintje. Tehát a 12 és 18. óra között például tapasztalhatsz egy olyat, hogy elmúlik az éhségérzeted, és elkezdi feldolgozni a szervezet azt a fajta üzemanyagot, ami ott a rendelkezésére áll. Tehát elsőként a vérben, a vérben található cukorból táplálkozik a szervezet, földolgoz, aztán közben elkezdi szimultán zsírégetést is, és ugye az inzulin szinted, ami egyébként folyamatosan a mai embereknél magasan van tartva, a folyamatos táplálkozás, mert minél többet eszel, annál magasabb az inzulin szinted. Az inzulin szinted pedig egy olyan reakciót vált ki, hogy éhes vagy miatta, ha magas, és ezért megint eszel, és még magasabbra kerül, és ebből lesz a magas vércukorszint, és utána szerzett cukorbetegség, ami miatt majd megvakulsz, levágják a kezed, lábad, meg és a többi. Na mindegy, ez történik a 12 és 18. óra között. Utána a 18 és 24. óra között, amikor már elfogy a vércukor a szervezetbe, és a zsír marad, de még cukrot akar használni a szervezet, akkor megemelkedik a glukagon szint. Ez a glukagon, ennek most olvastam utána, ez egy olyan hormon, ami az inzulinnak az ellentétes hormonja, és abba segít tulajdonképpen a szervezetnek, hogy mikor a vércukorszint lecsökken, az inzulin eltűnik, és még cukrot akar a szervezet, segít kipucolni az egyéb cukrokat a szervezetből. Tehát a 18 és 24. óra között tulajdonképpen a szervezeted hozzányúl a májadban, és a sejtjeid között található cukrokhoz, és ezeket is feldolgozza, tehát tulajdonképpen a 18 és 24. óra között teljesen kipucolja a cukorkészletet, magyarán cukormentessé válik a szervezeted. Szenzációs. Óriási. Megszabadulsz egy csomó. A cukor a legkorruptabb dolog. Olvassatok utána, Hanvas Béla remek művet írt a cukorról, például ugye a desszertekről, hogy micsoda korrupciós dolog a desszert. Na utána a 24 és a 48 óra között ott beindul az autofágia, tehát a szervezetnek az autofágiás tevékenysége, ez az öngyógyítás. Tehát elkezdi a szervezet a saját maga gyógyítását végezni, és ez azért történhet meg, mert a gyomor az teljesen üres marad, tehát emésztése már nem kell neki figyelmet fordítania, cukor után nem kell kutakodnia, az inzulin szint le van esve, a zsírból tulajdonképpen jön a tápanyag, és tehát dolgozza föl azt a fölösleget is, és már a szervezet sokkal több figyelmet tud fordítani a saját maga állapotára, tehát elkezdi magát gyógyítani. És tehát ez egy fantasztikus dolog, ezt érezhetitek is, ezt már, hogyha ilyen 20 óra, 4 órás böjtökbe belementek, meg ezt csináljátok, meglátjátok, hogy el fognak múlni a fájdalmaitok, ilyen ízületi, meg ilyen-olyan dolgok. Továbbá az agy elkezd kitisztulni, tehát az agyat is így fölfrissíti ez az egész cucc. Nagyon komolyan felpörög az egész dolga. 48 óránál nálam olyan történt, ezt nem tudom más hasonlattal leírni, mintha
a 48. óra és a 49. óra között olyan állapotba kerültem, tehát olyan tisztálátás, olyan gyors gondolkozás, olyan pörgő működés, mintha a világ legjobb kokainját szívtam volna föl a kokain következményei nélkül. Szenzációs. Úgy kinyílt minden, hogy el se tudjátok képzelni. Nagyon érdemes kipróbálni tényleg. A 48. és 54. óra között odafokozódik ez az öngyógyítás, hogy a gyulladásokat a szervezet elkezdi felszámolni. Tehát megszűnnek a gyulladások is. Amit még tudnatok kell, hogy a zsíréget, tehát mikor a zsírraktárokhoz nyúl a szervezet, ez a ketózis, egyébként ez már nagyon korán beindul, de mikor a cukrok elfogynak a szervezetből, akkor a szervezet elkezdi felemészteni, tehát felenni, felzabálja a károsan működő sejteket, amikből tulajdonképpen a rákbetegség kialakul. Tehát azokat is megeszi a szervezeted. Így az egész folyamat alatt. Na most a gyulladások megszűnnek, és az 54. és 72. óra között teljesen kiürül az inzulin a szervezetből, tehát semmi az ég adta világon, és az öngyógyítás, tehát ez az autofágia az 54. és 72. óra között csúcsra jár. Nagyon komoly, szintén. Tehát érezni fogjátok. És akkor a 72. óra után, hát ide még nem merészkedtem, az őssejtermelődésbe indul. Tehát megvan, hogy miket csinál a szervezeted, meggyógyítod magad, hogyha képes vagy ezt tartani. És az immunszisztémád teljesen regenerálódik. Tehát ez történik, erről van rengeteg tudományos munka, tényleg utána lehet menni, ahol sokkal korrektebbül, szakértőbb módjára ez le van írva. Én is onnan vettem, próbáltam a saját nyelvemen átmenni rajta. Szóval ez az, ami történik, hogyha ebbe belevágsz, de mondom, ehhez azért föl kell készíteni magad, tehát ebben nem szabad úgy belemenni, hogy nem vagy rá felkészülve, mind tudatilag, mind pedig fizikálisan. Hogy velem mi történt? Hát mondom, számomra az első nap, meg másik nap olyan nagy kihívás nem jelentett. Én végig edzettem mind a két napon, tehát az első napon futottam és erősítettem egy jó nagyot, ezzel szerintem gyorsítottam is a folyamatokat, és a második nap délelőtt ott pedig még kesztyűztem is, meg csináltam egy jó komoly bunyós edzést. Utána további jobban viszont már figyeltem rá, hogy pihent állapotban legyek, de ezeket a totálisan üres állapotban való edzéseket megcsináltam. Amire nagyon figyeltem, azt mondtam is nektek, rengeteg folyadékot vittem be, tehát vizet, és kávét azt nem, mert azt a Covid elvette tőlem a kávézás igényét, és fekete teát ittam, és mindig, amikor jött valamiféle éhségérzet, azon mindig tudtam segíteni, hogy ittam vizet, vagy meleg teát, és sót. Kis kanálon a sót amúgy is mindig pótolni kell. Továbbá, amivel érdemes készülni, a magnézium és kálium. Ugye a szívecskének meg, hogy ne görcsöljenek az izmok. Erre nagyon kell, tehát ez tényleg fontos. Nem hiszem, hogy mindenki ilyen sportos módon csinálja ezt végig, főleg elsőre. Nagyon sokat segít benne a meditáció, ugye kicsit nyugodtabb élettempó. Hát én azt nem nagyon tartottam, de én már azt említettem, hogy edzett vagyok ebben. Hát a 48. óránál volt először, tehát éhségérzettől nem kell nagyon félni. Hogyha fölkészíted magad fejben, fölkészíted magad lélekben, testben arra, hogy mit fogsz csinálni, tehát ehhez tényleg kell egy tudati állapot, hogy na most ezt megcsinálom, akkor az éhségérzet az viszonylag hamar mögötted marad. Ezt én már tapasztalatból mondom. Tehát az első 48 órás böjtöm, az gyilkos volt. Azt hittem, elájulok, érted? Sőt, még az első 18 óráknál volt, hogy lementem edzeni, és
elkezdtem ütni a zsákot, és tudjátok, jött, mikor mondják, hogy leesett a vércukor, menjél szőlőcukorért, mert rosszul lesz, elájulsz, meg ilyenek. Mondom, jó van, megpróbálom tovább ütni, hát, ha jobb lesz, ha meg nem, majd valahogy elkúszok szőlőcukorért. És nem, és ott van az, amit mondanak, hogy hozzányúl a májba levő cukrokhoz, meg elkezdi fölenni a sejteket, amik a rákos sejtek, meg haszontalanok a szervezet számára, mert csináltam, és egyszer csak elmúlt, és olyan friss lettem, és olyan jól tudtam egyből mozogni, minden felgyorsult. Egyébként a működésetek is marhára fel fog gyorsulni. Tehát ez komoly. Felgyorsultok, élesebbek lesztek, tisztábbak. Ez az első napon megtörténik, a másik napnál is. A másik napnál megjelennek bizonyos fajta nehézségek. Nem elsősorban az éhségérzetben, hanem azt azért érzed, hogy nem ettél. Tehát ezt is meg kell szokni, hogy nem ettél. És emiatt lehet ilyen-olyan tudati szenvedés, vagy megingás, vagy pici megzuhanás, de ezt mindig lehet pótolni, tehát érdemes magadhoz sót venni, illetve tényleg pótolni a folyadékot, meleg tea nagyon sokat segít. Vannak, akik azt mondják, hogy semmilyen édesítőt nem érdemes magadhoz venni, a steviát mondják, hogy szabad. Én nem erőltettem azt se, de állítólag nem történik semmi. Legnagyobb ilyen expertek azt mondják, hogy 50 kalóriát magadhoz vehetsz, attól semmi baj nem lesz. Az pedig az, hogy ezeket a nehéz helyzeteket tud orvosolni, ha nagyon kivagy, pont elég. Szóval számomra ezek már ilyen megszokott dolgok voltak, lehet mondom ilyenekkel szembesülni, hogy kicsit elkezdesz remegni, de ez mindig megoldható. Hát a 48 óra után, mondom, jött az első ilyen nagy, teljesen kinyíltam, felgyorsulás, minden, a gondolkodás borzasztóan gyors, pöröksz minden, és akkor utána jött ugye az idegen a mélyvíz, amit most először tapasztaltam. Hát gyerekek, ez nem csak egy fizikális kihívás bizonyos módon, hanem egy spirituális utazás is. Szóval ott a harmadik napon ott tényleg érdemes visszavonulni kicsit, mert ott egy ilyen nagyon meditatív állapotba kerülsz. Ott már azért érződik, hogy a level, maga a level egy picit lejjebb van, és ez néha ilyen kis megingásokat hozhat, de szerintem a hozzászokással ez egyre jobb lesz, illetve itt tudok olyan tanáccsal élni felétek, akik szeretnétek ezt megpróbálni, hogy itt be lehet vetni az erőleves kockát, vagy a húsleves kockát, vagy a zöldségleves kockát, meleg vizet fölforrasz, beleteszed, ugye, és azt elfogyasztod. Nincsen energiatartalma, az inzulin szintet nem emeli meg, a szervezet munkáját nem akadályozza, viszont téged, illetve a szervezetedet becsapja, mert azt hiszed, hogy eszel valamit, főképp az ízek miatt. Na most nagyon érdekes különben, hogy éhes itt már egyáltalán nem vagy. Tehát éhségérzet az semmi, hanem néha egy pici gyengeség, pici megingás, bocsánat, csak belement a szemembe valami, de olyan fajta éhség, hogy most hú, enni akar, ilyen nincs. Szóval ültem a frigider mellett, ami tele volt téli szalámival, minden finomsággal, és egyáltalán nem érdekel. Szóval egy olyan más állapotba kerülsz, mintha ilyen real time-ba kerülnél a világgal, megtesz békével, szeretettel, nagyon frak, de tényleg. És ilyen moziként történik körülötted a világ, és hogyha van hozzá partnered, akivel együtt csinálod, nekem volt, Budai Etelkának hívják, akkor ilyen remek beszélgetéseket lehet lefolytatni. Szóval, különben vicces hasonlat, de komolyan mondom, olyan, minthogyha ilyen nagyon jó módon belennél állva. Tehát teljesen tisztán, belennél állva, de teljesen tiszta vagy, minden tisztán látsz, nem vagy kótyagos, nincsen hülye gondolatai, nincsen méreg, nincs harag, nincs izgalom, nincs izgágaság, nincsen szívverés, nincsen semmi, csak egy ilyen
ilyen nagyon spirituális emelkedett állapotban, lassan lebeg létezve a világban, és közben érzed, hogy tisztulsz ki. Tehát képzeljétek el, a harmadik nap végére én még ilyet nem éreztem, úgy éreztem, hogy a bőr, mintha belülről kitakarítottak volna, kiporoltak volna, mikor nagyon tiszta a lakás. A bőrömön belül, a sejtjeim között éreztem a tisztaságot. Soha életemben nem éreztem még ilyet. Hogy ennyire tiszta lettem volna, ennyire tisztán láttam volna, ennyire a fizikumomban, ennyire könnyű, légies lett minden. De ha bármi olyat éreztem, hogy most jön egy ilyen, éhes vagyok, nem vagyok éhes, akkor ez a húsleves kocka, ez nagyon sokat segített, tehát a meleg folyadék, aminek van valamiféle íze, ez kiválóan pótolja az ételnek a hiányát, és higgyétek el, amíg van rajtatok zsír, addig nem tudtok éhe halni. Lehetetlen. Tehát mindig van anyag, amiért hozzá tud nyúlni, ezt hívják ketózisnak, lehet hozzá csíkot kapni a gyógyszertárban, mértük. Tehát az átlagos táplálkozás, mert ilyen négyféle színskálán megy végig, a fehértől a bíbor liláig, amikor átlagosan táplálkozik valaki, nulla. Semmi. Na most a harmadik napnál nekem bíbor lila volt. Tehát ott kifejezetten a zsírhoz nyúl a szervezet, és abból dolgozik, és közben ezeket a regeneráló folyamatokat folyamatosan csinálja. Ami nagyon-nagyon fontos, és tényleg ez rettentő fontos, még nem győzöm hangsúlyozni, a só, a kálium és a magnézium. Tehát ezekre nagyon kell figyelni. Mert ugye azokat a szerveket, amik létfenntartó szervek, működtetni kell. Tehát ezeknek a működésébe ne következzen be olyan probléma, ami miatt nem tud pumpálni vért, meg stb. De hogyha ezekre figyelsz, nem tudsz éhe halni. Semmi bajod nem történhet. Iszonyú tévedés az emberek számára, hogy mindig enni kell. Tehát amit tudni kell a kajával, ezt a tibeti szerzetesek ugye az elengedést úgy gyakorolják, a szexbe is, meg a kajába is, hogy maga elé képzeli a vágyott dolgot, legyen az nő, vagy legyen az kaja, és lebontja. Tehát magyarán például a kajánál a tibeti szervezetes az levezeti, hogy megeszi a sütit, ami gyönyörű, finom, illatos, stb. És onnantól kezdve, hogy a szájába kerül, mi történik vele? Összerágja, pépes valami lesz belőle, lenyeli, bekerül a gyomrába, kiszívja belőle a tápanyagot, a savak elkezdenek rajta dolgozni, megy le a bélrendszerébe, és akkor a vége jó esetben egy szép formás, büdös kis kaka formájába távozik az univerzumba, és átalakul majd valami mássá. Tehát egyébként nyugtasson meg benneteket a tudat, hogy minden volt már szar, és minden lesz is az, de ami a lényege, tehát ha, amit tudni kell, hogy te folyton eszel, mindig eszel, 5 óránként eszel, te mindig eszel valamit. Ugye, ha elmondtam folyamatokat, akkor magyarán mindig áll benned a szar. És mikor áll a beledben a szar, akkor tulajdonképpen az a kis rúd, amiből már minden hasznosat kivett a szervezeted, azon túl, hogy állandóan jut valamihez, tehát folyamatosan túltölti a raktáraidat, azon túl mindig áll a gyomrodban a méreg. Tehát amikor folyamatosan eszel, akkor mindig egy mérgezett állapotban vagy. És ahányszor ettél, annyiszor fogsz, hogy 12 óráig tart, míg megemészted azt a kaját. Tehát míg kiürülsz, az még plusz dolog. Tehát eleve mérgezett állapotban vagy, ezért nem jó folyamatosan enni. De mi történik? Ugye folyamatosan magasan van az inzulin, cukor van a véredben, és ezért van az embereknek túlsúlya, és ezért hatalmas tévedési. Pajzsmirigy, meg ilyen az alakon, meg stb. Nem. Zabálásnak van a kultúrája, szexuális életet élnek az emberek a kajával, az ízekkel. Hatalmas érdem, tehát egy kulturális vívmány, hogy milyen finom dolgokat teszünk, és nem van, mint egy kutya, meg egy macska, vagy egy bármilyen állat, hanem mi kulturálisan előteremtettük, hogy finoman készítjük el az ételeket, szépen néznek ki, jó őket elfogyasztani, megenni. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és ez gyönyörűvé teszi az evésnek az aktusát, ami lehet meg egy meditáció. Mert abban a 2 órában, amíg van időd enni,
Addig ehet szépet, finomat, és jól megeheted azt az ételt, elegendő figyelemmel. Hát amikor végigmész a bármelyik plázába a food courton, akkor valljuk be, hogy nem ezt látod. Érted? Tehát ott nem ez történik. De azon túl az, hogy szexuális életet élnek az emberek a kajában, ha megnézitek a folyamatot, tulajdonképpen ott ragad le minden embernek az emésztés, hogy a véréből kiveszi a cukrot, és a zsírraktárokban csak halmozódik a felesleg. Tehát én ezért mondom, hogy azt hiszik az emberek, hogy szegények. Nem, aki kövér ember, az nagyon gazdag ember, mert annak annyi tartaléka van, hogy sose fogy el. És ezért nem tudnak az emberek lefogyni, mert amíg esznek, addig mindig a cukrot fogja bontani a szervezet, sose fog a zsírhoz nyúlni. Tehát ez a ketózisnak a lényege, hogy amikor a zsírraktárokból táplálkozik a szervezet. Tehát amíg rajtad zsír van, addig nem tudsz éhen halni, a folyadékot és a különböző ásványi sókat beviszed. Semmi bajod nem történhet. Maximum annyi, hogy szépen kitakarítod magad. Tehát a 72 óra alatt, ami tapasztalásom az volt nekem, hogy én minden ilyen angol szóval benefitjét, hozamát éreztem és tapasztaltam, és fantasztikus. Tehát azt tudom, hogy zseniális volt, végigcsináltam, és még valami, ugye, mert azért megvan ennek, mint minden dolognak, ami jelenség, tehát dualista dolog, megvannak az örömérzete, és megvannak a nehézségei, tehát az egy kihívás, mert szembe kell nézni az, hogy nem eszel, hogy az ízt kívánád, hogy már tele a tököd, ugye jön egy nehézség, üres a gyomrod, kicsit gyengébb vagy, tehát tényleg a 72, tehát a 48-72 volt már érdemes leülni, megnyugodni, vagy egy lassabb üzemmódba átkapcsolni, megéri megcsinálni, de mikor ezt megcsinálod, ez az életedben minden más dologhoz, ami kihívás, iszonyú akarat, erőt ad neked, és egy olyan, hogy erre képes vagy, hogy végig tudod csinálni, hogy elbírod engedni azt, amihez az emberek két kézzel ragaszkodnak, hogy tömjék a szájukba a kaját, mert ez a leggyorsabb és első számú örömforrása az emberek 99%-ának, pedig csak át kéne nyúlni a feleségek a lábak közé, ezt el kéne kezdeni birizgálni, és abban még fizikai mozgás is van, meg jó esetben, ha van megfelelő szexuális kultúra, és egymás kedvére vannak, akkor örömérzet, vagy beszélgetni a gyerekkel, vagy elmenni sportolni, tehát rengeteg mindent lehet evés helyett csinálni. Különben úgy lehet megszabadulni az evéstől, hogy csinálsz helyette valami mást. Lehet, esküszöm. Olvashatsz könnyed bármi, könyvet bármi. Nem azt mondom, hogy ne együnk, én imádom az édességet, a tésztát, a kínait, minden. Engem nem érdekel, ázsiai kaja, nagyon nagy gurman vagyok, imádok minden, de megvan annak az ideje és a helye és a mértéke. És amikor az nincs, akkor ott van a baj, értitek? De mondom, fantasztikus, nagyon nagy akaraterőt, tulajdoni, tudhatsz utána magadévet, tehát ez tényleg egy teljesítmény, ez komoly dolog. És hogyha túl tudsz menni a 3 napon, akkor ugye még plusz eredményeket könyvelhet el a szervezeted, illetve te magad. Úgyhogy ha meghoztam a kedvedet, utána tudtok ennek nézni, rengeteg anyag van róla, akartok, kérdezhettek engem, és előbb-utóbb úgyis nagy gurú leszek. Én mindig a tapasztalatban hiszek, tehát én megcsináltam, megcsinálható mindenki számára. Ne így csináltok, mint én, mert én edzettem, szóval edzett vagyok, meg hozzájuk szokva, ezt meg kell tanulni, de megcsinálható, és iszonyú nagy vívmány egy ember számára, mert onnantól látod, hogy le tudod magad győzni, mert ugye mit mondanak? Ha meg akarod tudni, hogy ki vagy, akkor maradj magadra. Hogy tudsz jól magadra maradni, hogy különböző kihívások elé állítod magad? De nem úgy, mint egy barom, hogy meghaj benne, meg eltörjön a derekad, meg a gerincet, hanem felkészülten, megfelelő állapotban megnézed azt, hogy ki vagy. És ez egy nagyon nagy pont tud lenni, és rettentő hasznos rád nézve, mert rengeteg mindentől megszabadít, és egyébként ezt a böjtöt mindenre lehet alkalmazni. Tehát 3 napig, 1 hétig bármire megszabadod, lehet az is, hogy csinálod az időkapus kaját, imádod a tortát, de 1 hétig nem iszol tortát. Vagy szereted a bort, de azt mondod, hogy 2 hétig nem iszol bort. És utána ihatsz bort minden este, mert mindig lesz valami, amit szeretsz, és akarsz jön, mert így létezünk. De az a lényeg, hogy az üres részekben ott tényleg szigorúan be kell tartani
ezt a víz, ízesítés nélküli dolgokat, mert akkor tudja a szervezet letisztázni magát, és mint látjátok, tehát még az első 24 órában is annyi történik, hogy ott indul be ez a glukagon szintemelkedés. Tehát a 24. óránál kezdődik el rendesen ugye az a ketózis, mert már addig is megy, de ott pucolódik ki a cukor. És a cukor nagyon komoly ellenség, meg gondoljátok be, ugye, amit beszéltem a mérgezett állapotról, hát egy mérgezett ember másképp gondolkozik. Ezért van a túlsúly, ezért nagyon nagy probléma. Tehát például egy túlsúlyos, cukros ember, az nincs az a, például, az nincs a belátásnak a teljes birtokába, mert módosult tudatállapotban van, ugyanúgy, mint egy kábítószer függő. Tehát amikor például látok fura reakciókat, egy olyan ember, aki kimozdult állapotban van bármilyen irányban, éhezik úgy, hogy már elfogytak a zsírokról, vagy éppen ugye tele van zsírral, az nincs teljes birtokában a belátásnak. És ez nem megvetni való dolog, csak ezzel tisztába kell, mert folyamatosan mérgezett állapotban van, ugyanúgy, mint egy részeg, vagy egy drogos. De egyébként nincs is értelme drogozni, mert pénzbe kerül, egészségtelen, sztrókos leszel, szívinfarktusos, és a többi, és ha meg kipróbálsz egy ilyen 72 órás böjtöt, gyerekek, olyan pöpecki maradás érzésed, hogy örövdés. Nagyon komoly. Tehát ennyi, amit így el tudtam erről mondani, remélem fölkeltett az érdeklődéseteket, ha nem, akkor meg csináljátok, hogy szeretnétek, ez az én tapasztalásom, mindenkinek magának kell ezt megtapasztalni, rengeteg anyag van róla, de én is tudok mesélni, ahogy van. Köszönöm a figyelmeteket, további minden jót kívánok mindenkinek, természetesen jövök az újabb videókkal, ez volt Dogman Papa, adjő! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!